Különleges bemutatókkal és programokkal igyekszik vonzóvá tenni a katonai pályát a honvédelem. Legutóbb a megyeháza téren toboroztak, de a honvédelmi táborban is arra sarkalják a fiatalokat, hogy válasszák a katonai pályát. A legújabb kampányban területvédelmi tartalékosok jelentkezését várják a szeretem megvédem motto jegyében. Erre a kampányra várjuk a 18 és elsősorban az 55. életévét betöltött magyar állampolgárokat, de természetesen idősebbek is elkezdhetik, tehát akár 64 éves korig is várjuk a jelentkezőket. Hölgyeket, urakat egyaránt kifejezetten ajánljuk ezt a szolgálati formát a fősoktatásban tanulók részére. Természetesen a középoktatásban tanulók is jelentkezhetnek, ha 18. életévüket betöltötték, hiszen amellett, hogy egy kiemelt illetményben részesülnek, ők pályázhatnak egy ösztöndi támogatásra is, ami fősoktatásban havi 160 ezer forintos bruttó összeget jelent. Aki úgy döntene, hogy szeretne jelentkezni, az hol és milyen módon teheti meg? Jelenkezni Vádmegyeileg a a tobozóirodában lehet, ez a Bercsényi Liget 9901 alatt van, illetőleg ajánlanám karrier oldalunkat, ez az irányosereg.hu. A jelentkezéshez a személyes okmányokra van szükség, a feltételek között szerepel a 8 általános iskolai végzettség, a magyar állampolgárság és a büntetlen előélet. A jelentkezőknek pedig egy egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgán is át kell esniük területvédelmi tartalékosként, amikor megköti a szerződést, akkor megkapja a felszerelését, illetve jelenleg kétféle módon csinálhatja meg az alapkiképzést. Egyrészt modulkiképzések, ez azt akarja, hogy péntek-szombatonként vannak a kiképzések, tehát a munkája mellett el tudja végezni, nem kell ott hadni a családját, barátjait a hétköznapokban, illetve hétvégén is tud velük lenni, vagy pedig egy folytában egy úgynevezett egységes alapkiképzésen belül, ez egy tízhetes kiképzés bentalvásos rendszerrel, hát ezt inkább a fiataloknak ajánlom, akik a családjukat tudják hagyni tészhétre, illetve aki mondjuk tanul főiskolán, egyetemeken, hogy a nyári szünetben ezeket meg tudja csinálni. Hát itt nagyon sok rétű a kiképzés, tehát a 10 hétbe sok belefér, illetve a modul kiképzésbe is sok minden belefér. Itt az alaki, a térképészet, tereptan, harcászat, illetve természetesen, ami sokakat érdekel, a lövészet is beletartozik. Ami pedig a juttatásokat illeti, igazán megéri a sereghez csatlakozni. Fél év után bruttó 150 ezer forintos díj jár juttatásként, emellett van rendelkezésre állási díj, plusz pénz a behívási napokra, valamint élelmezési és ruházati ellátást is kapnak, az alapért pedig a beosztás határozza meg. Ez attól függ, hogy milyen rendfokozattal kötünk az egyénnel szerződést. Ugye van a legénységi állományú, van a altiszti, illetve van a tiszti kategória. Hát ez mondjuk legénységi állománynál jelenleg 495 ezer forint bruttó havonta. Ugye, amikor behívásra kerül valaki, mondjuk bejön pénteken, akkor ezt természetesen leosztjuk napokra, és akkor ennyi pénzt kap. Értemszerűen a 26 éven alattiak járnak a legjobban, mert ugye az adómentesség, úgyhogy tételezzük föl, valaki eljön, eljön egy négy hétre bevonul, kap 495 ezer bruttó, az jelenleg 405 ezer forint havonta. Aki pedig jelentkezik és ismerősét is sikerül meggyőzni, aki szintén csatlakozik, az bruttó millió forintos jutalmat kap. Érdemes és értékes tehát a hazavédelmét szolgálni.